Sziasztok! Hogyha ki a Eniro-t kerestek, akkor most mutatok néhány lehetőséget, hogyha alacsony árkategóriában gondolkoztok, vagy alacsonyabb árkategóriában gondolkoztok, akkor mindenképpen a 2019-es évjáratúak azok, amik számításba jöhetnek nálatok, amik még nem a faceliftes modellek. Ilyen például ez az autó is, ez különösen egy kedvező árkategória, hiszen ebben az autóban 170 ezer kilométer van, kicsit több, mint 170 ezer kilométer, de ettől függetlenül szinte makulátlan a, belseje, a bőr is, amint látjátok, nincs kikopva, nincs kiülve, tehát ahhoz képest, hogy ilyen kilométer futással rendelkezik, ahhoz képest egy nagyon szép állapotú autóról beszélhetünk. Ez természetesen ez a szönyeg csak azért van beletéve, hogyha valaki érdeklődő beleül az autóba, akkor ne össze a szönyeget, tehát ott már egy picit sikerült. Erről az autóról készítettem egy, egy részletesebb jegyzőkönyvet, és a mérésekről, a többit azt most nem fogom átmérni, viszont ezt az autót ezt átmértem, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon jó vétel lehet, hiszen igaz, hogy már a, a kilométer miatt kiesik a garanciából, viszont lehet rá 200.000 kilométerig akár egy Defend biztosítást kötni, meg azért hajúből szintén 170.000 kilométer alatt azért már ki kell, hogy derüljön, hogyha valaminek motorcsapály problémája van egy ilyen autónak. Igaz, hogy vannak esetek, amikor kicsit később derült ez ki, de de nagy valószínűsége már vagy volt benne motorcserélve, illetve ha probléma is van vele, egy pár százezer forintos tételből ez a, a probléma orvosolható. Tehát például a Hyundai-nál is, a, a Hyundai Komárnál ott néhány százezer forintért, például a Hyundai 60-ban már lehet javítani ezeket a, a, az autókat. Tehát ezt csak azért mondom, mert nem kell megijedni a magas kilométer futású autóktól sem, hiszen az én autóm is maga, magas kilométer futásúak, az én Kia niro most jelenleg 135. Kilométer van, és a, a Konában pedig 185 ezer kilométer. És nem nagyon veszem észre a különbséget egy új autó, meg az én autójunk között. Tehát ugyanazok a tulajdonságok, ugyanúgy szeli a habokat, mint eddig. Ah, ahhoz képest, hogy egy 170 ezer kilométer fölött futásteljesítményű autó, ahhoz képest nagyon korrektül néz ki a, a belseje. Szép a tetőkárpít, nincsenek összekarcolva itt a felületek sem, és ami, ami még érdekes, hogy nagyon szépen együtt áll még itt is, pedig kb. 40-41%-os a töltöttségi szintünk, és nézzétek, milyen szépen együtt áll az akkumulátor, a cellák, nincs közötte egyáltalán eltérés. 12 fokos ugye az akkumulátor, 1020 RPM, tehát 1020-as fordulata mennyi. Mindjárt följebb veszük, hogy jobban kelljen neki fűteni. És a automata módra 25 foknál. Mindjárt fel is ment 3 kW fogyasztásunk. Most már 1780 számunk szépen nyomja a meleget, hát azért Zoé-ban ez nem minden esetben volt így, ezekben az autókban, a koreai autókban ez nem jellemző, hogy bármi probléma is lenne a, a fűtésükkel. Na, úgyhogy ahhoz képest, hogy 170 ezeret futott autó, hogy nekem is 185 ezer kilométer van most jelenleg a Konában, és azon is alig látszik az utas téren, hogy ekkora kilométer futása lenne az autónak. Úgyhogy ez csak azért mondom, mert nem kell megijedni a nagyobb kilométer futású autótól sem, ezeket jóval olcsóba meg lehet vásárolni. Éppen most jönnek fél egyre megnézni ezt az autót, és azért is kezdtem átvizsgálni, mert hogyha alacsony a keret, akkor ez is egy jó autó lehet, és amikor egy kereskedésben egy konkrét autót megyek vizsgálni, és esetleg hamarabb odaérek, akkor szét szoktam így nézni a kereskedésekben, hogy milyen autók elérhetők. Tehát sok olyan adatot szolgáltatnak ezek a kütyük, amiből tudunk következtetni az autó előéletére. De ezt nekünk kell kimatekozni, kinyomozni, átgondolni, hogy hogyan is lehetett mindez. De még egyszer mondom, ebbe az autóba sem nagyon tudnék belekötni. Majd megnézem, hogy eredeti, igen, eredeti még a szélvédő is. Mindjárt megnézzük azt is, hogy vannak-e kavicsnyomok, meg hogy néz ki a motortér. Ahogy az én autómban is, ebben is ez a zöld színű hűtőfolyadék található. És nem nagyon látok benne nyers nyomokat sem. Ez még a facelift előtti változat, tehát ebben még nincs a 11 kw töltés, viszont benne van a ledes lámpa. Jó látszik, hogy azért karban volt tartva, tehát itt fehér zsírra le van zsírozza például a géptetőnyitó. Nézzük, hogy esetleg volt-e benne motor cserélve, vannak-e arra utaló jelek, azért 170 ezer kilométer fölött már, hogyha volt is probléma a motorral, akkor annak ki kellett jönnie. Az ilyen magas futás teljesítményű autóknál, esetleg itt a bőr kárpitoknál lehet probléma, de ennél még így sem tapasztalható megkopás. Úgyhogy nem összekeverendő a keveset futott, de idős autókkal, ahol kibeszállnak belőle a sofőrök, akár még futárautónak vagy taxiként használják ezeket az autókat, ott bizony ez nem így néz ki a, az ülés ebben van ülésszelőztetés, ülésfűtés is, és még itt az ajtónál sincsenek karcok a zongoralakokon, természetesen elektromosan állítható az ülés, GBL hangrendszer, és van memóriája, és az ülésnek kettő darab, amivel be tudjuk állítani két vezetőhöz így néz ki a hátsó ülés van hátsó szellőztetésünk is, mivel bőr ülések vannak az autóban, ezért nagyon jó jön a hátsó ülésfűtés is. Nézzük a csomagteret, ez is teljesen rendben van, itt látok egy kis szennyeződés, de az még csak karcolásnak sem mondanám. Type 2 töltőkábel benne van, még parótó is van benne, és itt van a gyári töltőkábel is, tehát enne van mindkét töltőkábel, az otthoni 220-as, illetve a Type 2-es töltőkábel is. Na, akkor mérjük körbe. No, el is készült a jelentés az autóról, mint látjátok mindenütt ö, ö, sérülésmentes, ezek a kiértékelések tartalmazhatják a belső karosszélelmeket is, hogyha szükséges, ö, Ezeket mind mutatja nyilván ez a program, hogy később beszámolok róla, hogyha már biztos, hogy jól működik és jól használható, akkor majd erről is lesz videó, hogy ez hogyan működik. Egyelőre csak magam használom így felhasználóként, és ezeket a jelentéseket lehet továbbadni. Természetesen bele lehet rögzíteni a, a sérüléseket fotóként, majd mindjárt erről is készül néhány fotó. Most éppen nincs nálam a kis vonalzom, hogy mekkorák ezek a, a sérülések, de ezeket is lehet dokumentálni, hogy hol vannak az autón sérülések, milyen gumiabroncsok vannak rajta, milyen évjárat, egyformák-e, a mintázat mélységét is meg lehet állapítani, tehát nagyon sok mindent lehet dokumentálni ebben az applikációban. Nézzünk is bele itt a számítógépemen a jelentésbe. Ugye itt most csak annyit adtam meg, hogy ki a ezüst 170 ezer kilométerrel, itt van, hogy mikor készült a mérés és annak a dátuma. Itt van az is, hogy milyen készülékkel készült ez a felmérés, ugye itt látszik, hogy ez a professional változat, tehát a legmagasabb felszereltség, vagy hát a legmagasabb tudású ilyen készülékkel készítettem ezeket a méréseket, a mértékegység az mikronban van. Itt természetesen meg tudnám adni, a jármű alvásszámát, üzemanyag, évjárat, tehát minden egyéb információt is, hogyha ez a mérés ez megrendelése készül, akkor ezek itt vannak, illetve ide lehet megjegyzéseket írni, és itt vannak a mérési pontok, tehát itt volt egy az egyes mérési pontnál egy kis eltérés, és itt láthatjátok, hogy milyen értékek születtek, mennyi volt a minimum, mennyi volt a maximum, mennyi volt a közepes érték. Természetesen ez a mérőkészülék tud alumíniumot is mérni, ugye a gépház tető az alumíniumból készült ebben az esetben, illetve a hátsó ajtó is, tehát itt is látszik, hogy ez is alumíniumból készült. Itt vannak a belső mérési pontok is, tehát erre is lenne lehetőség, hogy az autó belső pontjait is megmérjük, hogyha esetleg van gittelés vagy valami turpisság, akkor ezt meg tudjuk állapítani. Itt pedig jól látszik ilyen kis diagramban is, hogy ez e, e, hogyan néz ki. Ide tudnánk fölvenni a gumiabroncsok méretét, milyen e, évjáratú, és meg tudjuk azt is mérni, hogy milyen a, a gumiabroncsok profilmélysége, tehát erre is van lehetőség. Itt megint van egy összefoglaló táblázatunk, és itt pedig, amiket készítettem a, a sérülésekről, a fotókat azok pedig így néznek ki, tehát egy komplet állapot felmérést kaptok az autókról, hogy a sérülésekkel és más egyebekkel, hogy ezek hol találhatóak, tehát például a, a hátsó lökhárító, de megjegyzést is tudnék természetesen írni. Ezt csak a példa kedvéért készítettem ezt a PDF-et, hogy lássátok, milyen jelentéseket lehet készíteni ezekről a járművekről. Ezt megszokhattátok tőlem, hogy mindenben maximalista vagyok, tehát ha valamiben belekezdek, akkor ott igyekszem a maximumot adni. Tehát itt is egy autó átvizsgálása az sok esetben több, mint egy óra. Ezért nem is veszek fel autókat, meg nem is vizsgálok át teljesen tüzetesen előre, mert nem biztos, hogy szükség van rá. Amikor ott van a tulajdonos velem, és úgy vizsgáljuk át az autót, akkor jelentősen le lehet rövidíteni ezt az időt, általában egy 25-30 perc szokott lenni, ennyire le lehet rövidíteni. Tehát ez majdnem olyan alapossággal készül egy ilyen autó felmérése, mint hogyha mondjuk egy licit oldalról vásárolnátok, akkor ott is ilyen hasonló felmérést végeznek el. Ennek az egy jóval magasabb díja van, tehát ott a licitáló oldalok, tehát amikor ezt elvégzik ezeket a diagnosztizálásokat, ott egy jóval magasabb összegeket kérnek el ezért, meg maga a licit oldal is természetesen egy jelentős összeget elkér azért, hogy ő intézi ezt az ügyet. Van lehetőségetek most egy olyan ö, kis flottából választani, amelyek ö, most érkeztek nemrég, és még nincsenek is fent a, a, az interneten. Ez, ez 93 ezer kilométer, ez sötétkék, és ha valamelyik kötök még Níróban gondolkozik, itt van egy kerékpárszállításra alkalmas vonóhorgos, ö, viszont ö, ez nem platinum, hanem gold felszereltség. Ugye a gold felszereltségben annyi a különbség, hogy ö, ebben nem bőrülés van ülésszerlőztetése, hanem ilyen ö, fél bőrülés ülések találhatók benne, és nem elektronikus vagy elektromos a az ülésállítás, hanem mechanikus viszont igenis nincs benne a GBL hangrendszer, nincs benne a ledes fényszóró, viszont már a 11 kw töltő az benne van, illetve benne van az UVO, azaz a, a kia a, a Kia Connect rendszere, vagyis hát a távoli elérési rendszere és a széles kijelzője. Ezekben a Gold felszereltségű autókban nem szokott benne lenni még a 220 voltos töltési lehetőség sem, tehát azt sem láthatjuk itt. Ebben is 72.000 kilométer van ebben az autóban. Itt is van egy fekete színű uh, Kia El Niro. Ebben 123.000 kilométer van. Ez is egy Platinum felszereltség, még a facelift előtti változat. Ebben is benne van az ülésszelőztetéstől kezdve minden. Ennek egy kicsit peres gumia van, hogyha megnézzük. Tehát ez dögösen néz ki. Ez szerintem 18 os felni lesz, de mindjárt megnézzük. Igen, tehát 225 per 45 R18, tehát ez egy kicsit szélesebb. És akkor van ez a sötét kék, kerékpárszállításra alkalmas vonóhoroggal rendelkező Niro, ugye beszéltünk, tehát ez a Gold felszereltség, viszont már 2020 utáni faceliftes változat, amiben már nagy kijelző van, viszont a Gold felszereltség miatt nincs benne GBL hangrendszerünk, nincs benne ledes fényszórunk, nincs benne ülés, elektromos ülésállítás, bőrülés és ülés szellőztetés, viszont van ülésfűtésünk. Ebben a változatban nem került hátsó ülésfűtés azért, mert hogyha nem bőr, akkor annyira nincs rá szükség, viszont a, a bőrös változatokban természetesen van hátsó ülésfűtésünk is, ami két fokozatban állítható. Másik fekete néró itt azért vannak rajta kisebb karcolások, a műanyag lökhárítom, tehát hogy egy bokorhoz álltak mindig oda vele, és az karcolta így össze nézzük, hogy ezen látható-e vármi nagyobb sérülés. Ez is egy Pirelli gumiabroncs. Eredeti szélvédő van még az autóban, ülésszellőztetéstől kezdve minden benne van, ebben 92.500 km található nézzük, hogy megvan a ledes fényszórónk, megvan a edes fényszórónk, és ebben még természetesen a, az egyfázisú töltés, ami elérhető. A kevés kilométert futott autók, azok most eléggé elfogytak, tehát most ezek a 90 pár ezer kilométeres autók vannak hátra, de tudjatok róla, hogy a kiákra azokra 7 év, vagy 150 ezer kilométeres garancia, ami, ami elérhető, és ebbe bőven bele szoktak férni ezek a, a, az autók. No, most derült ki, hogy nem is 5, hanem most már csak 4 autó, ami elérhető mert közben a gazdára találta a kék színű is. Ez egy, ez egy nagyon jó vétel volt, egyébként ezt éppen tegnap vitte el egy nagyon kedves úriember, és ennek ez egy nagyon keveset futott, és már a faceliftes változat volt, egy gyönyörű fekete színű autó. Ez most lett feltöltve, és innentől kezdve most már a, a, a honosítása és egyéb ügyintézésre vár. Tudjatok róla, hogy van amelyik autó akár egy héten belül is elérhető, van amelyik két-három hét, amíg, amíg elvihetitek a, a kereskedőtől. Na nézzük a konákat, tehát ebből van ez a lime színű, vagy nem tudom mi a gyári megnevezése ennek a színnek. Ezt most nem tudjuk megnézni, hogy mennyi kilométer van benne, viszont pár szállítás alkalmas vonóorog van rajta. Itt van egy másik ugyanilyen színű kona is, ami szintén premium edition felszereltséggel rendelkezik, és ezen nincs vonóhorog. Viszont található itt egy másik kona, hogyha esetleg valakinek ez a bordó szín, ami bejön. Ezen is van kerékpár szállítására alkalmas vonóhorog. Mutatom is nektek. Ha valakinek ez fontos, akkor ott van rajta a vonóhorog. Ez is egy Premium Edition kategória. Ebben az autóban 125.000 km van, ez nyitva van, úgyhogy ezt meg tudom nektek mondani. De gyönyörű szép a, a belső, a kormányon csak egy gyűrűnyomot látok, és ez pedig így a Kona kínálatból egy kis ízelítő. Ha autót kerestek, akkor írjatok rám, hívjatok fel telefonon, és amiben tudok, maximálisan segítek akár az autó beszerzésében is tudunk segíteni, most már akár külföldről is. Na ennyi lett volna ez a kis szösszenet, ez a, a, videó. Természetesen én is folyamatosan járom az országot, és közben nézem, hogy milyen elérhető jó autók vannak, és majd igyekszem ezeket megosztani veletek, azért, hogy tényleg mindenki a legjobb választást tudja tenni ezek közül az autók közül. Elég gyorsan forognak, most nagyon-nagyon mennek az elektromos autók valami oknál fogva, viszont külföldön egy picit akadozik a, a beszerzése ezeknek, mert mint hogy nem tennének fel annyi autót, meg sajnos most már, mint hogyha egy olyan ezer euróval fölment volna ezeknek az ára a külföldi piacokon, és ez azért azt fogja okozni valószínűleg, hogy a magyar piac is le fogja követni ezeket az áremelkedéseket, tehát érdemes minél hamarabb döntenetek, vagy minél hamarabb szétnéznetek, hogy még az olcsó bár kategóriából tudjatok választani. Köszönöm, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!